Jó reggelt innen Spanyolországból! Vinaros környékén töltöttem az éjszakát. Összepakoltam, majd felvettem a tegnap véletlenül paprikaszprével összefújt nadrágomat, ami még mindig nedves volt, így a spray maróanyaga továbbra is kifejtette egy jótékony hatását a combomra. Sajnos nem volt idő mosni, ezért fogtam a késemet és egy darabot kivágtam a nadrágom zsebéből, így eltávolítva a problémás foltot. Már legalább 1000 kilométert tekertem a spanyol tengerpart közelében északnak, így a hőmérséklet se olyan elviselhetetlen. Már a páratartalom elég magas. Spanyolországban többször bicikliztem autópályán, most is valamilyen autószerűségen tekerek. Kíváncsi vagyok, azok a rendőrök majd mit szólnak hozzá. De semmit, úgy látszik, itt tényleg lehet autópályán és autóúton biciklizni. Tarragona már csak 81 km, a mai tervem, hogy legalább odáig elmegyek, holnap meg Barcelona. Celsius fok, 63%-os páratartalom, utóbbi jobban zavar. Mindjárt megmutatom, hogy milyen felhők vannak mögöttem, csak menjek át ezeken a fekvőrendőrökön. Ott vannak azok a felhők. Már több mint két hete vagyok Spanyolországban, de ekkora felhőket még nem láttam. Ahogy haladok északnak, egyre ennyibb a levegő, azaz nincs már nappal 40 Celsius fok fölött. A vízzel sincs annyi probléma, és a táj is egyre zöldebb. Itt már ismerik a zöld füvet, nem csak a kiszáradt katánkórót. Tényleg minden faluban láttam ivóvizet, és szinte mindenütt van kemping. Pár kilométerrel ezelőtt hallottam egy hüccót, körbenéztem, de nem láttam senkit. Kicsit később egy lány biciklizett mellém, hasonlóan felpakolt biciklivel. Szegény majdnem kiköpte a tüdejét. Beszélgettünk egy kicsit, ő svájci, és ő is nagy bringás. Elbúcsúztam tőle, mert ő megállt pihenni. Én meg folytattam tovább az utamat Tarragona felé. Ezt a várost vártam már 10 napja, hogy meglássam. Tarragona! Innen indult el minden! Most visszatértem! Vissza a kezdetekhez! Tarragona már tényleg itt hever a lábaim előtt. Bár hullafáradt vagyok, de jó látni, hogy beértem oda, honnan elindultam. Tőlem jobbra egy hatalmas leanderbokor szépíti a tájat, és végre eltűntek a felhők. Bejutni a városba elég nehézkes volt, mivel a főútra kitették a biciklivel behajtani tilos táblát. Végül úgy döntöttem, mivel van még egy napi interrail vonat, tegyem fellök a vonatra és elmegyek Barcelonába. Bár a jegy csak 10 napra érvényes, és az már 2 napja lejárt, de mivel azon belül nem használtam ki mind az 5 napot, ezért ma bevetem. Csak nem szól érte a kalauz. A vonatra felszállni nem tudtam, mert nagyon nagy volt a színkülönbség a peron meg a vonat között. Már csak pár másodpercem volt, hogy a kalauz elindítsa a vonatot. Senki nem akar segíteni. Az utolsó pillanatban a már említett svájci lány lépett ki az ajtón és húzta fel a biciklim elejét. Az egy órás úton beszélgettünk, az ő véleménye is az, hogy Spanyolország nem álmai helye. A jeggyel kapcsolatban szerencsés voltam, mert nem volt a vonaton kalauz, így nem kellett bevetnem. Jaj, megérkeztem. Nagyon boldog vagyok. Fú, nagyon-nagyon boldog vagyok. El nem lehet mondani, hogy mennyire nagyon boldog vagyok. Mint már mondottam, nagyon boldog voltam, és tudtam, hol van kemping, így végül minden szuper. A poén az, ha a spanyol vasút meg tudja mondani a legelején, hogy milyen vonattal tudok tovább menni, akkor több mindent láttam volna, és csak 4 nappal lennék hátrébb. A svájci lány is mondta, hogy nem túl segítőkészek a spanyolok, pedig ő még beszélt is a nyelvükön. Vizet ő sem igazán talált sehol, a szállás drága, szavait idézve nevetségesen drága. Kigurultam a városba, és a fáradtság ellenére úgy döntöttem, azért még egy picit biciklizem ott. Természetesen az első célom a Sagrada Familia volt. A túrám negyedik napját a városban töltöttem, így nosztalgiáztam egy kicsit. De meg kell hagynom a templomon, nem sok mindent csináltak azóta. Szívesen eltöltenék még egy napot itt Barcelonában, pihennék és végignézném újra a város csodás nevezetességeit. Bármint biciklis, nekem maga a város tetszett, nem csak a nevezetességet. Hát elmondhatom, hogy ide is eljutottam biciklivel.
Úgy biciklizek itt, mintha mindig is Barcelonában éltem volna, pedig csak 2 hete jártam itt először. Milyen fura, hogy a villamosinek között zöld fűnő, eddig meg csak kopár sziklákat láttam. Jó volt tudni, hogy merre járok, és pontosan tudni, merre van kemping. A túráimon azt figyeltem meg, hogy azok a legjobb napok, amelyiken tudom hol fogok aludni. Na ez is egy ilyen napnak számított. Illetve azok a napok jók, amikor olyan dolgokat látok, amik még engem is elérzékenyítenek. Ilyen volt tavaly a Mont Blanc. Azt el sem lehet mondani, hogy ilyen helyzetben vagy helyen milyen boldog az ember. Nem lehet összehasonlítani egy repülővel megszervezett nyaralást egy ilyen túrával. Több napi szenvedés után már az is óriási boldogság, ha tudom, hogy hol alszom. Most búcsúzom, és holnap nekivágok a hegyeket meghódítani.